Sziasztok, Varga Tamás vagyok az ittfröccs.hu-ról, előttem pedig az Acer Spinner széria egyik darabja, és valójában, hogyha akkumulátort akarunk cserélni, esetleg belső meghajtót akarunk cserélni, akkor nagyon egyszerű dolgunk van, hiszen a Spinner-t nem nehéz szétszedni. Én már kitekertem a csavarokat, hát ilyen csavarok vannak a készülékben, nem tudom, hogy ez mennyire látható ott a kamerán. 13 darab csavart kell kitekernünk, ugye itt alul láthatunk 4 darab csavart, itt középen is van nekünk 4 darab, és itt fölül van nekünk 5 darab csavarunk. Ezeket kell kitekernünk, és hogyha ezeket a csavarokat eltávolítottuk, akkor ugye van nekünk egy bekapcsoló része a gépnek, ezt most mutatni fogom, remélem, hogy sikerül a kamera előtt prezentálni. Van itt, ez itt a bekapcsoló része a gépnek, itt látható, hogy a legjobban úgymond eláll maga az alsó borítás, és itt a bekapcsoló résznél, itt a hardware-es zár résznél egy kicsit, hogyha a körmünkkel oda nyúlunk, akkor könnyedén felpattintható nekünk ez a hátlapunk. Ezt nagyon szépen megoldotta a gyártó, mert ugye általában ezeket a gépeket nehéz szétszedni. És hogyha ezzel megvagyunk, hogyha ez itt föllazult, akkor szépen lerakhatjuk a gépet, és itt a zsanér rögzítés résznél el lehet vele indulni. Hogyha a körmünkkel megfelelően alányulunk, és szépen le is pattan nekünk a hátlapunk a Spin 5-ösről. Nem is kell semmilyen plastikkártya, semmilyen eszköz, nem kell hozzá, nagyon szépen le lehet szedni a Spin 5-ösnek a hátlapját, hogyha nem csúszkálna így a kartonon. Csak ugye arra figyeljünk, hogy mind a 13 csavar ki legyen tekerve, hogyha valahol nagyon szorul, mondjuk itt a HDMI résznél, akkor ott a körmünkkel be tudunk nyúlni és ki tudjuk pattintani, de így már le is lehet róla hajtani, és akkor ez lenne ugye a Spin 5-ösnek a hátlapja, szépen le is jött róla. És ezt félretesszük, akkor itt lenne a belseje, ugye itt láthatjuk az alaplapi elemet, ugye itt vannak a hangszóróink, itt van nekünk a szép nagy akkumulátorunk, itt van a processzorhűtésünk, és itt van nekünk a meghajtónk, az SSD meghajtónk, az 512-es meghajtónk is, úgyhogy ő lenne belülről az Acer Spin 5. És itt van nekünk az akkumulátorunk. Úgyhogy nem bonyolult szétszedni a Spin 5-öst, hogyha esetleg bővíteni vagy cserélni akarunk benne valamilyen eszközt. Nagyon szépen megoldotta a gyártó. Az akkumulátort pedig valójában ugye itt van egy csavarunk, és itt van még egy csavarunk. Ennek a két csavarnak kitekerésével el lehet távolítani, ugye először pedig az alaplapról a kábelt kell eltávolítani, és ki is szedhetjük az akkumulátorunkat. Varga Tamás voltam az ittfröccs.hu-ról ezzel a kis érdekességgel, hogy a Spin 5-öt hogyan tudjuk könnyedén szétszedni. Sziasztok!